sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja. Az Európai Szociális Alap segítséget nyújt ahhoz, hogy több fiatal maradjon az iskolában, és szerezze meg a munkavállaláshoz és a karrierhez szükséges képesítéseket. Ezen kívül szélesebb körű hozzáférést biztosít a jó minőségű oktatáshoz olyan projektek útján, amelyek a hátrányos helyzetű csoportokból, illetve a kisebbségekből származó gyermekeket segítik hozzá a szükséges képesítések megszerzéséhez. Egy az ESSA által finanszírozott miskolci projekt a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásának javítására összpontosít, a tanárok új módszerekre történő képzése, valamint a szülők és a civil társadalom külső szereplőinek bevonása révén. A kezdeményezés célja a gyermekek iskolai sikereinek növelése az óvodáskortól egészen a tankötelezettség felső korhatárának eléréséig. A projekt a gyermekek társadalmi integrációjának támogatására törekszik a képességeik szerinti tanulás segítő programok kialakítása révén. A pályázatnak a fő stratégiai célja a munkaerőpiacra való kijuttatása a sajátos nevelésigényű gyerekeknek. Ezen belül ugye mi itt az iskolában, illetve a óvodaiskola átmenet során azt tudjuk tenni, hogy a Miskolc város intézményeiben egy olyan tanulási út álljon rendelkezésére a gyerekeknek, amit óvodától egészen a szakközépiskolai szakképzésig bejárhatnak, a sajátos nevelésigényű gyerekek ezen végig mehetnek, ebben mindenütt segítséget kapnak, mindenütt adekvát segítséget tudunk nekik nyújtani. Ehhez nyilván szükséges az intézmények pedagógusainak együttműködése, olyan tímek alakultak, amelyek ezt az átmenetet segítik, amelyek a gyógypedagógusok vezetésével a befogadó iskolákban is, tehát a többségi iskolákban is segítséget nyújtanak a pedagógusoknak a gyerekek elfogadásában, illetve együttnevelésében. Tudtunk eszközöket is beszerezni a pályázat folyamán, amelyek szintén nagy segítséget jelentettek a tanulók képzésében. Vak, látássérült, hallássérült, autista tanulók számára hasznos eszközöket tudtunk megvásárolni, illetve az érzékenyítés volt egy olyan terület, amiben jó gyakorlatot is dolgoztunk ki, amely a tanulók felé, illetve a szülők és munkaadók felé is irányult.